Tisztelt vendégeink! Köszöntöm Önöket a Göndöcskert és környezetének integrált fejlesztése című projekt ünnepélyes alapkőletétele alkalmából. Külön tisztelettel köszöntöm dr. Fónagy János urat, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárát, dr. Kovács József országgyűlési képviselő urat, dr. Görgényi Ernő urat, városunk polgármesterét, valamint Gajda Róbert országgyűlési képviselő urat, városunk alpolgármesterét. Az új Széchenyi terv keretében megszépül Gyula történelmi belvárosa, megtörténik a Göndöcskert és környezetének integrált fejlesztése. A történelmi belváros megkezdett fejlesztéseinek folytatását, kiterjesztését jelenti ez a projekt. A beruházás keretében a gazdasági és a városi funkciókon kívül markánsan megjelennek a közösségi funkciók. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Felkérem dr. Görgényi Ernő urat, városunk polgármesterét, hogy mondja el gondolatait a Göndöcskert fejlesztésével kapcsolatban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Sok szeretettel köszöntöm valamennyiüket Gyula város önkormányzata nevében a Göndöcskert és környezetének integrált fejlesztése című pályázat megvalósítása ünnepélyes alapkőletételén. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm dr. Fónagy János parlamenti államtitkár urat és kedves feleségét, dr. Kovács József és Gajda Róbert országgyűlési képviselő urakat, becsené dr. Szabó Márta címzetes főjegyzőasszonyt, a képviselőtestület tagjait, az önkormányzati cégek és intézmények vezetőit és a beruházás kivitelének képviselőit, valamint minden kedves vendégünket, aki aktív munkájával hozzájárult a beruházás tervezéséhez, a kivitelezés megkezdéséhez. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az ember filozófiája nem szavakban fejezhető ki a legjobban, hanem a döntéseivel. Így, amikor meghatároztuk városfejlesztési stratégiánk alappilléreit, olyan elvek mellett köteleztük el magunkat, melyek leginkább kifejezik e várossal kapcsolatos gondolkodásmódunkat, elkötelezettségünket. A mai esemény különösen nagy örömmel és büszkeséggel tölt el, hiszen oly sok mindent foglal magába abból, amelyért egy város szintjén érdemes küzdeni. Első helyen nyilván adja magát, hogy alapvető célként tekintünk arra, hogy Gyulát minél élhetőbbé és szebbé tegyük. Úgy gondolom, vitán felül áll, hogy ebbe az irányba most nagyot lépünk előre. A város egy történelmileg is jelentős részének megújításával. A beruházás keretében megvalósul két helyi védettségű épület teljes rekonstrukciója és másik kettő homlokzatának felújítása. Kerékpárút vezet majd a sportcsarnoktól a Hétvezér utcáig, megszépül az egész Göndöcskert és a Békesugárút Árpád utcáig tartó szakasza is. Ezzel a milliárdos fejlesztéssel fejeződik be a belváros rekonstrukciójának harmadik üteme. Kis pátosszal mondhatom azt is, a város két középkori magja között, azaz a Törökzugtól egészen a Várig ékszerdobozzá válik városunk. A második fontos célkitűzésünk, és ezt igencsak indokoltá teszi az európai gazdasági válság, a városüzemeltetési költségek csökkentése. Ez a beruházás ennek az elvnek is maximálisan megfelel, hiszen sor kerül három épület, melyek közül az egyik a nagy művelődési ház, energetikai korszerűsítésére is, csökkentve ezzel a mindannyiunk által viselt terheket. A harmadik alappillér pedig az egyes projektek gazdaságfejlesztési hatása. Ebben az esetben ez is teljesül, hiszen két jelentős vállalkozás az önkormányzattal együttműködve ugyanezen a fejlesztési területen a városi beruházással egyidejűleg végez jelentős fejlesztéseket. Bővül és megújul a város egyik szálláshelye, a Corvin Hotel, és ismét megtelik élettel a város egyik ikonikus, szintén helyi védettséget élvező épülete, Gyula legrégibb szállodája, a Komló szálló. Mindkét utóbbi beruházás munkahelyeket teremt, és gyarapítja mind a város, mind az ország adóbevételét. Ez utóbbi ráadásul a gyulai húsipar megmentéséhez hasonlóan szimbolikus ügy is, hiszen a Komló nem csak épület, de jelkép is egyben. Azé a koré, mely iránt oly sokan élveznek, éreznek nosztalgiát. És e két szimbolikus ügy, a húsipar és a Komló megmentése azt jelképezi, hogy most, mint egy 20 év után végre fordulni látszik a trend,
melyet mindannyian megszenvedtünk. A bezárások, leépítések helyett végre jó irányba, a békés fejlődés irányába indult el a város. A mai nappal ünnepélyesen elindított beruházás egy széleskörű összefogás eredménye, amelyben a kormányzati döntéshozóktól országgyűlési képviselőinken, a polgármesteri hivatal munkatársain keresztül önkormányzati cégeink dolgozóin át számos ember dolgozott együtt. Köszönet érte. Az összefogás segítette, hogy az alapelvek és a cél is adott. Vigyáznunk kell örökségünkre. És Gyulám, rengeteg megőrzésre méltó dolog van, de nem csak óvnunk kell ezeket, hanem meg is kell újítanunk. Ahogyan Báró Eötvös József is írta, haladni csak úgy lehet, ha még az egyik lábunkkal előrelépünk, a másikat a helyén hagyjuk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ne feledjük, a meglévő értékeinkre alapozva kell fejlődnünk, fejlesztenünk, mert csak így érdemes. Ez a beruházás azt kell üzenje, hogy jó és egyre jobb lesz itt élni, a fiatalok számára pedig meg kell, hogy mutassa, érdemes itt maradni, és együtt tenni valamit azért a helyért, amit otthonunknak nevezünk, együtt tenni valamit azokért, akik igazán számítanak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm államtitkár úrnak, hogy elfogadta meghívásunkat. Kérem, hallgassák meg Gajda Róbert országgyűlési képviselő úrnak, városunk alpolgármesterének, a választókerület önkormányzati képviselőjének szavait. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtársaim, megyei elnök úr, tisztelt megjelent vendégeink. Mint Gyulaváros belvárosának önkormányzati képviselője, nagy örömmel és meghatódottsággal állok itt most a Göndöcskert és környékének integrált fejlesztése című projekt alapkőletételének ünnepélyes aktusánál. Polgármester úr már említette, hogy Gyula városának egy jól kivehető, jól körülvonalazható fejlesztési stratégiája van, és ennek a stratégiának ez a ma megkezdődő beruházás is a része. Ennek a stratégiának két fontos szempontja van. Az első az, hogy az itt élő emberek, az itt élő gyulai polgárok minél szebb, minél kulturáltabb, minél élhetőbb környezetbe tudjanak élni. És a másik nagyon fontos szempont, hogy a turizmusban minél nagyobb sikereket tudjon elérni a város. Ennek a stratégiának a megvalósításánál több elemet is sikerült már elérnünk. Szó volt már arról, hogy a belváros rehabilitációjának egy része megtörtént. Vannak olyan elemek, amik jelenleg vannak kivitelezés alatt, gondolok itt a fürdőberuházására. És vannak olyan projektelemek, amik ezután fognak majd megvalósulni, de már tudjuk, hogy meg fognak valósulni, hiszen támogatási szerződéssel a legfontosabb részét, a forrást megszereztük hozzá, gondolok itt a kastélyra, és ebbe a sorba illeszkedik ez a jelenlegi projektindító rendezvény is. Én úgy gondolom, egyértelműen kinyilváníthatjuk azt, hogy Gyula egy sikeres város, Gyula egy sikeres úton jár. De ennek a sikernek mi az ára? Én úgy gondolom, ezt is górcső alá kell vennünk. Ennek a sikernek az összetevői elsősorban a munka, az összefogás és a szakértelem szavakkal jellemezhetőek. Mire gondolok? Ennek a projektnek már 4 éves előtörténete van. 2009-ben döntött az akkori képviselőtestület arról, hogy benyújtja a pályázatot. 2010. január 5-én be is nyújtotta az akkori testület, és áprilisban sajnos az akkori kormány a projektet elutasította, forráshiányra hivatkozva tartaléklistára rakta. De nem adtuk fel az álmainkat, és 2011-ben komoly küzdelem árán, politikai lobbinak következtében a jelenlegi kormány úgy döntött, hogy a tartaléklistáról a támogatási sorba rakja ezt a projektet, és első körben megnyertük. Utána következett egy fél éves projektfejlesztési időszak, majd a második körös döntés, utána a támogatási szerződés aláírása, majd számtalan bürokratikus akadályon keresztül le tudtuk folytatni sikeresen a közbeszerzéseket, és eljutottunk 2013. május 8-áig, amikor is elkezdődik a fizikai kivitelezés.
Nyilván tudjuk, hogy a projekt még nem valósult meg. 2013. december 31-én kell a kivitelezőknek átadni műszaki értelemben a projektet, és 2014 tavaszán szeretnénk majd ünnepélyes keretek között átadni a gyulai embereknek a megújult göndöcskertet. Tehát a sikernek ára van. Én szeretném megköszönni mindenkinek, aki ennek a sikernek a részese, aki ennek a közös összefogásnak a részese. Szeretném országgyűlési képviselőtársamnak megköszönni a lobby tevékenységét. Szeretném polgármester úron keresztül megköszönni az összes önkormányzati képviselőnek azt, hogy folyamatosan és végig kiállt a projekt megvalósítása mellett. Nagyon fontos dolog. Szeretném megköszönni a hivatalnak, a hivatal dolgozóinak azt, hogy ebbe a projektbe a szakmaiságot belerakják, és ők azok, akik pozitív értelemben mindig befolyásolják a döntéshozókat, hogy szakmailag megfelelő prosperitást adjunk ennek a városnak, és megfelelő projekteket generáljunk. És szeretném megköszönni azoknak a szerződéses partnereinknek, akik a kivitelezésben részt fognak venni, illetve azoknak, akik a projektmenedzseri feladatok ellátásában szerepet vállalnak. Polgármester úr már mondta, hogy 1 milliárd forintról beszélünk. Ez nagyon sok pénz, ha gyulai távlatokat nézünk. Ennek az 1 milliárd forintnak nagyon komoly hatása lesz a város életében. Az életminőség nagy mértékben fog javulni. Én úgy gondolom, hogy céljaink elérése érdekében ez a projekt nagyon fontos. A turisztikai útvonal nem fog megállni a Kossuth téren, hanem a Hétvezér utcán keresztül a Békesugár úton át egészen el fog jönni a Göndöcskertig, és én bízok benne, hogy tovább fog majd folytatódni az Apor Vilmos térig, ahol az Erkel házat találhatjuk. Összegezve szeretném megköszönni mindenkinek, aki ebben a sikerben részt vett, és szeretném azt kérni, és azt kívánni ennek a városnak, hogy ezek a sikerkovácsok, ezek fogjanak össze a továbbiakban is, és ha az elkövetkezendő időszakban lehetőségünk lesz, akkor generáljunk újabb projekteket, hogy Gyula városa tudjon fejlődni, hogy Gyula városa jobban tudjon teljesíteni. Köszönöm szépen a figyelmet! Felkérem dr. Kovács József urat, városunk és a térség országgyűlési képviselőjét, a Parlament Egészségügyi Bizottságának elnökét gondolatai tolmácsolására. Tisztelt parlamenti államtitkár úr és kedves felesége, megyei közgyűlési elnök úr, polgármester úr, tisztelt országgyűlési képviselői társaim, kedves megjelentek. Nagy öröm számunkra a mai nap. Egykor ez a helyszín Gyula város központja volt. Az épület, a Kohán képtár, a pavilon, a faszínház, a nyári színház, és a közművelődés szolgáló épületnek építette Göndöcs Benedek apát, plébános országgyűlési képviselő. Az épületet magát Scher Konrád építőmester tervezte és építette neoromán stílusban, klasszicista részletekkel. Az alapkőletétel akkor 1888. augusztus 11-én volt, és 1889. július 7-én adták át a közönségnek. Néhány évtizeddel ezelőttig a gyulai fiatalok vasútállomáshoz vezető főutcájáról a város központját jelentő Göndöcskertben találkoztak, a gyulai bálaknak az egykori dübögőként ismert épület adott otthont, a mellettünk álló épület volt ennek a helyszíne. Ezek az épületek jelentősen elhasználódtak, a város fejlődése a város központot is más helyszínre helyezte át. Ugyanakkor a Göndöcskert közösségi hasznosítására való törekvés a város polgáraiban megmaradt, ezért a város ismételten pályázatot nyújtott be a terület megújítására, melyet az előző, és ezt tetszik vagy nem tetszik bárkinek hangsúlyozni kell, a bajnai kormány egész egyszerűen elutasított. A jelenlegi kormányzat azonban Gyula város lakosainak nagy örömére az elképzelés megvalósítását támogatásra érdemesnek ítélte. A beruházás, ami itt folyik, még kiegészül egy környező 1 milliárdos beruházással, tehát erre a nem túl nagy területre összesen 2 milliárd forint értéket tudunk fordítani, mindenki segítségével, mely nagyban növeli a történelmi fürdőváros értékét.
A beruházás által ismét lesz Gyulán vigadó, zenepavilon, mely létesítmények élhetőbbé teszik a várost, megszépítik ezt a környezetet, a helyi lakosok érdekeit éppen úgy szolgálják, mint az ide látó turistáikat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kíváncsian várjuk, vajon hogyan értékeli kormányunk a Göndöcskert fejlesztését. Hallgassuk meg dr. Fóna János urat, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkárát. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt önkormányzati és országgyűlési képviselőtársaim, kedves ellenlévők. Az előttem szólók itt mondták az adatokat, tényeket. De engedjék meg, hogy én másért köszönjem meg, hogy meghívtak ide, és részese lehetek ennek a mai ünnepségnek. Azért, mert ugye fejlesztési minisztériumi emberként, és egyébként ez a 2013 Magyarországának dicséretére szól, számos alkalmam van gazdasági célú fejlesztések alapkőletételénél, átadásánál részt venni. Gyarapodó számú, de mégiscsak ritkább alkalom, amikor egy elsősorban érzelmileg fontos fejlesztés indításánál vagy átadásánál lehetek jelen. Nekem is olyan gyakran mondják, hogy a múlt mögöttünk van. Én úgy gondolom, hogy nem, a múlt az alattunk van, rajta állunk. És hogyha a múltunk megítélésébe, értékelésébe, megőrzésébe nem vagyunk biztosak, akkor nem lehetünk biztosak a jelenünkben sem, és bizonytalanná válik a jövőnk is. Ha itt körülnéznek, akkor elsősorban persze építészeti, különböző állapotban lévő épületeket látnak, egy valamikor gondolom nagyon szép állapotban lévő és ma is méltóságot sugárzó kert közepén állnak és állunk. De meggyőződésem, hogy itt érzelmeknek vagyunk a érzelmeket megtestesítő dolgok között vagyunk. Érzelmek, hiszen Göndös apát úr által alapított létesítmény, az sok évtizeden keresztül Gyulaváros közéletébe benne volt. Gyulaváros és a környék történelmét sugározza a Kohán-féle emlékfala hátam mögött, és bizonyos fokig egy adott kornak a ízlésvilágát, ugyanakkor a praktikumát mutatja az előttünk lévő kultúrház, amely nem kizárólag külső megjelenésébe fontos a város, és azt hiszem a megye számára is, hiszen tudomásom szerint a megy egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb színház termét rejti, tehát praktikusan magába is komoly értékeket, és gondolom sok ezer, sok tízezer embernek a színházi élményét hordozza magával, tehát megőrzendő. Mint ahogy megőrzendő a volt vigadó épülete, megőrzendő a város közepén ez a nagyon szép hajdan, gondolom nagyon elegáns, és reményeink szerint gyakorlatilag az év végére egy hasonló állapotban lévő közösségi tér, egy agóra. Ezen a rendezvényen gondolom most azok vannak jelen, akinek dolga, hogy itt legyen. A helyi önkormányzat képviselői, akiknek a pályázatok előkészítésével, kivitelezésével, építkezésekkel dolga lesz. Tehát azok vannak itt, akit a közhivatal viselése vagy a munkája ide szólít. És ez így van rendjén. De gondolom közös a reményünk abba, hogy mondjuk egy év múlva egy hasonló, ilyen nagyon szép májusi, tavaszi napon itt nem elsősorban hivatalosságok lesznek, hanem Gyulaváros közönsége. Az a közönsége, aki az akkora megújuló vigadót, a kultúrházat, a parkot és minden azt a létesítményt, kerékpárutat, azt tulajdonba, mi több használatba veszi, és az elmúlt évtizedek hagyományaihoz, mint évtizedek, majd évszázad hagyományaihoz hasonlóan itt fogja az idejét tölteni, és talán nem fogja tudni biztosan elmondani,
hogy milyen számú projekt, milyen fejlesztési valamilyen valósult meg, de ide jön, jól fogja magát érezni, örülni fog itt, és a életének egy nagyon fontos részének, vagy kellemes részének fogja tekinteni hasonlóan a múlthoz a gyulai Göndöcs kertet. Engedjék meg, hogy a mondani valómat azzal zárjam, hiszen mégiscsak egy minisztériumot képviselek, hogy 2013 Magyarországában mi ezt természetesnek tekintjük, hogy van ilyenre lehetőségünk. Természetesnek tekintjük, és ez nagyon jó, hogy tudunk milliárdokat költeni a múlt megőrzésére, tudunk milliárdokat költeni az államadóság fizetése mellett, a devizahitelesek gondjainak enyhítése mellett, a gazdaság fejlesztése mellett, a munkanélküliség megállítása, majd mérséklése mellett olyanokra, mint a múlt, mint a mindennapi életet jobbá, szebbé tevő létesítmények a megvalósítása. Kívánom önöknek, hogy amikor, talán valamikor télen kerül ennek az átadása, az gondolom valahol épületen belül lesz, és meg lesz annak maga a hivatalos menete, de kérem, hogy amikor jövő tavasszal majd itt lesznek, remélhetően több ezer gyulai és környéki családdal együtt, akkor gondoljanak ezekre a szavakra. Köszönöm, hogy meghívtak, és köszönöm, hogy meghallgattak.